Lefoglalta a rendőrség a hétfői metró balesetben érintett szerelvény fekete dobozát, és sajtóértesülések szerint folyamatosan hallgatják ki a BKV dolgozóit. A metró szakszervezet szerint hiányozhat a csúszásgátló bekapcsolására alkalmas szoftver a kettes metró vonalán. A BKV vezérigazgatója viszont híradónak azt mondta, az ott futó Alstom kocsik minden előírásnak megfelelnek. A főváros MSZP-s képviselői ideiglenes vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik a metró balesetek miatt. Lassabban megy, 30-al, de ezt be is mondják. De... Egy nappal a baleset után még mindig akadozik a metróforgalom a kettes vonalon. Az ilyenkor szokásos 19 helyett csak 17 szerelvény jár. A Pillangó utcai megálló és az Őrsvezértéri végállomás között a metrók szinte lépésben haladnak. A hétfő reggeli balesetért elsőként hibáztatott falevelek minden esetre kedden már csak elvétve akadtak a síneken. A főpolgármester reggel a Klubrádiónak azt mondta, 40 év alatt nem hallott olyat, hogy falevelek miatt ne tudott volna a metró megállni. Tarlós Istvánt azonban más kérdés is foglalkoztatja. Hogyan lehet az, hogy benn áll egy vonat még az állomáson, és a következő vonat egyszerűen utolérheti? Én ezt nem értem, de ráeresztették az előző vonatra a következőt. Nem szabad nagy utolérje. A metró szakszervezet vezetője azt mondta, az automatikának mindenképpen meg kell tudnia állítani a vonatot, hiszen az is előfordulhat, hogy a metróvezető rosszul lesz a fülkében. Gulyás Attila úgy véli, a csúszást inkább jegesedés okozhatta. Az autók ABS-éhez hasonló csúszásgátló minden vonaton van, de a szakember szerint ennek használata egy vezérlő szoftver függvénye, amelyel a 4-es metrót biztosan felszerelték. Azt kell megnézni, hogy mondjuk itt a DBR metró vonalon, ahol állunk, ott a központi számítógépben van egy olyan funkció, hogy csúszós pályát is be tud állítani a menetirányító. Nekem a kollégák azt mondják, hogy Keletnyugaton ez a funkció nincs, tehát ők ezt nem tudják beállítani. A BKV vezérigazgatója azt mondta, a kettes vonalon közlekedő Alstom szerelvények minden hatósági előírásnak megfelelnek. Az, hogy mi okozhatta itt a balesetet, hogy megcsúszott és mi működött és mi nem, azokat a rendőrségi vizsgálatokkal hamarosan ki fogjuk deríteni, és ez alapján, ha kell, meghozzuk a szükséges intézkedéseket, de az úgy nem igaz, hogy a rendszer bármiféle olyan hiányossága lenne, hogy nem működne. Bóla Tibor híradónknak elmondta, szükségtelennek tartják a többi szerelvény átvizsgálását, a közlekedési cég pedig mindenben együttműködik a rendőrséggel. Az M2-es metró szerelvényei. A hétfői baleset 10 sérültje közül egy bordatöréses utas perelné a BKV-t. A közlekedési jogász szerint, ha megállapítják a BKV felelősségét, akkor teljes kártérítésre tarthat igényt a károsult. Minden esetben bizonyítás kérdése, ha a felelősség kérdése tisztázott, hogy ennek a kártérítésnek mennyi az összege, és azt annak kell bizonyítani, aki ezt a kárt elszenvedte. A közlekedési cég vezérigazgatója szerint azonban teljesen felesleges pert fontolgatni, mert a BKV rendelkezik általános felelősségbiztosítással, így a biztosító kifizeti a jogos kárigényeket.